Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszöntöm a város önkormányzatának képviselőtestületét, a megválasztott képviselőket, meghívott vendégeket, az ülésre megjelent polgárokat. Külön tisztelettel köszöntöm Tá Zoltán esperes urat, római katolikus esperes urat, aki Ajkán elfoglalta új helyét, és remélhetőleg a város lelkeinek és személyeinek javára fordítja áldozatos tevékenységét. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 15 megválasztott tagja közül 14 fő jelen van. Az alakuló ülés határozatképes, azt megnyitom. Napirend megállapítása következik. Megkérdezem, hogy a napirendi javaslattal kapcsolatban van-e észrevétel, ugye, amit eljuttattunk a képviselőtestület tagjaihoz. Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy a napirendet fogadjuk el egy szavazással. Kettő igen szavazattal egyhangulag elfogadtuk. Rátérünk az első napirendi pontra. Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a polgármester és a helyi önkormányzati képviselőválasztás eredményéről. Felkérem dr. Zámbó Gábort, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság tájékoztatóját a lezajlott választásról. Tisztelt alakuló ülés! A választási eljárásról szóló 2011. évi 36. törvény alapján 2024. június 9-én Ajkán is lezajlott a polgármester és a helyi önkormányzati képviselők, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása. A helyi választási bizottság elnökeként a választásról és a polgármester, illetve a helyi önkormányzati képviselők választásának eredményéről a következőkben tájékoztatom a tisztelt képviselőtestületet. A helyi önkormányzati képviselőválasztáson a Fidesz-KDNP, a Közösen Ajkáért Egyesület, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt és a Mi Hazánk Mozgalom jelölt szervezetek indítottak jelölteket, továbbá két független jelölt is indult. Polgármester jelöltet a Fidesz-KDNP, a Közösen Ajkáért Egyesület és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt állított. A jelölt ajánlás törvényes rendben folyt, a Helyi Választási Bizottság Ajkán 33 fő önkormányzati képviselőjelöltet, 3 polgármester jelöltet és 3 jelölőszervezet kompenzációs listáját vette nyilvántartásba. A helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás lebonyolításáért felelős Ajkai Székhelyi Helyi Választási Bizottság 3 tagját és 2 póttagját Ajka város önkormányzatának képviselőtestülete választotta meg. A helyi önkormányzati választáson jelöltet állított jelölőszervezetek és a független jelöltek további egy-egy tagot delegálhattak a helyi választási bizottságba. Ajka város a 10.000 főnél nagyobb lakosú települések sorába tartozik. Ennél fogva a helyi önkormányzati képviselőket vegyes választási rendszerben választottak meg a választópolgárok. A 2024. január 1-i lakosságszám alapján Ajkán a 10 egyéni választókerületben képviselői mandátumot a legtöbb szavazatot elért 10 jelölt szerezte meg, míg 2 képviselői mandátum a töredék szavazatok alapján kompenzációs listáról került kiosztásra. A helyi önkormányzati polgármester és képviselő választáson a helyi választási bizottság a szavazókörökben a szavazatszámláló bizottságok által készített jegyzőkönyvek alapulvételével következő választási eredményt állapította meg. A polgármester választás eredménye. Választójogosultak száma 22.507 fő volt, melyből 12.137 fő szavazott. A leadott érvényes szavazatok száma összesen 11.936 darab, érvénytelen szavazólap 194 darab volt. Ajka város polgármestere Schwarz Béla a Közösen Ajkáért Egyesület jelöltje lett 7537 érvényes szavazattal. A helyi önkormányzati képviselő választás eredménye. A
10 egyéni választókerületben képviselői mandátumot szereztek. Az egyes választókerületben Ríder András Fidesz-KDNP jelöltje. Kettes választókerületben Dorner László. Hármas választókerületben Johannides Sándor, Közösen Alkáért Egyesület jelöltje. Négyes választókerületben dr. Horváth József, Közösen Alkáért Egyesület. Az ötös választókerületben Bújtor Balázs, Közösen Alkáért Egyesület. Hatos választókerületben Pad Ferenc, Közösen Alkáért Egyesület. 7-es választókerületben Rácné Németh Csilla. 8-as választókerületben Pető Anita. 9-es választókerületben Bék Attila. 10-es választókerületben Karnics Miklós. 10-es listáról kiosztott mandátumok száma 4. A mandátumokat a következő képviselők szerezték meg. Fülöp Zoltán Lajos, Fidesz-KDNP. Barát Gábor, Fidesz-KDNP. Puskás Károly, Fidesz-KDNP. És Sándor Balázs, Magyar Kétfarkú Kutyapárt. Fentieken túl az Ajkai 29 szavazatszámláló bizottsága bonyolította le a Veszprém megyei önkormányzati képviselő közvetlen listás választását is, melynek szavazóköri jegyzőkönyveit a helyi választási iroda a Veszprém vármegyei területi választási bizottsághoz továbbította. Városunkból a Fidesz-KDNP közös listájáról Fülöp Zoltán Lajos szerzett a választási időszak egészére nézve elmondható, hogy a jelöltek, jelölőszervezetek a választójogi törvény tiszteletben tartásával végezték munkájukat, tartották a kapcsolatot a választási szervekkel. Tisztelt képviselőtestület! A választási munkát a településen végig a törvényesség jellemezte. Az eredmény megállapítása ellen jogorvoslati kérelmek nem érkeztek. A választás eredménye jogerős. Ajka város önkormányzatának képviselő testülete megkezdheti munkáját, melyhez tolmácsolom a helyi választási bizottság testületének jó kívánságait is. Kérem Ajka város önkormányzatának képviselő testületét, hogy a tájékoztató elfogadásával a 2024. június 9-én megtartott választás eredménye és a képviselő testület megalakulását jegyzőkönyvben rögzítse. Köszönöm szépen. Tájékoztatom a képviselőtestületet és a meghívott vendégeket, hogy Johannides Sándor, az Ajkai 03-as számú egyéni választókerület június 9-én megválasztott képviselője 24. október 1-e napjával lemondott képviselői mandátumáról. A képviselő lemondását indokolni nem kívánta. A választókerület időközi választás időpontját az Ajkai székhelyű helyi választási bizottság fogja majd kitűzni. Kérem a képviselő testület tagjait, hogy a helyi választási bizottság elnöke előtt tegyék le az esküt. Kérem szíveskedjenek felállni. És lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez szülveszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. A képviselői tisztségemből eredő feladataimat, Ajka város fejlődésének előmozdítása érdekében, lelkiismeretesen teljesítem.
Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segíteni. Köszönöm. Majd szíveskedjenek a esküjokmányt aláírni. Jegyző úrral. Tisztelt képviselő testület, ismertetem önöket, és azt követően megkérem önöket, hogy a önkormányzati vezető asszonynál szíveskedjenek ott aláírni a esküjokmányukat. Barát Gábor úr. Bújtor Balázs úr. Dornán László. Fülöp Zoltán Lajos úr. Dr. Horváth József úr. Karnics Miklós úr. Pat Ferenc úr. Pék Attila úr. Pető Anita asszony. Puskás Károly úr. Rásztél Éme Csillasszony. Réder András úr. Sándor Balázs úr. Felkérem polgármester urat, hogy a képviselő testület előtt szíveskedjen az esküt letenni, az esküszöket. Én Sors Béla. Becsületembe és lelkiismeretembe fogadom. Becsületembe és lelkiismeretembe fogadom.
hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. A polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. A polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. Ajka város fejlődésének előmozdítása érdekében. Ajka város fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen. És megkérem a polgármester úr az esküvőokmány aláírását. Megköszönöm a helyi választási bizottság elnökének tájékoztatóját, és kérem a képviselőket, hogy az alakülülési jegyzőkönyvébe rögzítse az önkormányzati választás eredményét. Mi ezt meg is kell szavaznunk. Kérem, hogy egy igen gombbal fogadjuk el ezt a döntést. Tizennégy igen szavazattal egyhangulag elfogadtuk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, város lakossága, kedves barátaim! Hát, már ha jól emlékszem, 6. alkalommal vagyok a város polgármestere, és ha így külső szemlélő összerakja ezeknek a ciklusoknak a különböző mozzanatait, fejlesztéseit, eseményeit, akkor ki tud rajzolódni egy olyan kép, hogy mi milyen város szeretnénk Ajkából létrehozni. Azt gondolom, hogy jó úton járunk. Az a végső cél, persze a végső célok nincsenek, csak ameddig az ember ellát, az a cél, hogy Ajka egy modern város legyen, és az itt lakó embereknek megfelelő munkahelyet, lakást, egészségügyi ellátást, oktatást és egyéb szolgáltatásokat tudjon nyújtani. A város a jelenlegi helyzetében az élhető város szintjét, fejlődési fokozatát azt már elérte. Tehát azt már különösebben nem kell hangsúlyoznunk, ezt meg is haladtuk. És a következő időszakban, ami persze nem 4 vagy 5 évben mérhető, hanem talán egy kicsit hosszabb távon, mi azt gondoljuk, hogy az a modernitás, az az élhető városi funkció kell, hogy kiteljesedjen, amit mi magunktól zöld világnak neveztünk el. A zöld világ az szélesebb kategória, mint a zöld város. A zöld város az így magától értetődik, zöldnek kell lenni mindennek, különösen a zöld területeknek, a házaknak már nem annyira, meg az embereknek se. De a zöld világ az egy szélesebb kategória, a zöld világ a mi megfogalmazásunk szerint az egy olyan életmódot jelent, amely a modern várossá váláshoz szükséges. Ennek különböző fokozatai vannak, akik egy kicsit a szakirodalmat ismerik, azok tudják, hogy ez mit jelent. Hát többek között olyan életmódot kell folytatnunk, hogy az emberek többsége jól jövedelmező munkahelyeket dolgozzanak. Hát ez még várat magára, mert munkahelyek száma az megfelelő, elegendő munkahely van Ajkán. Ugye a 28 ezer lakosra 14 ezer munkahely jut, ez országos viszonylatban is nagyon szép. Azonban a jövedelmező kategóriát még nem minden esetben, nem minden vállalkozásnál lehet érvényesíteni. Ezért arra törekszünk, hogy kicsit túllépve az önkormányzatiság hatáskörén, arra késztessük, ösztönözzük a vállalatokat, hogy emeljék jobban a béreket, hogy olyan szintre tudjunk jutni, hogy az emberek jövedelmezősége az olyan legyen, hogy megfelelő fedezetet biztosítson ehhez a bizonyos új életmódváltáshoz. Ugyanilyen kategória a lakhatás,
amelyben szintén vannak feladataink, különösen a fiatalok lakáshoz juttatása tekintetében. És most nem részletezem az egyéb ágazatokban is azokat a feladatokat, amelyek ehhez a modern városi szemlélethez, ehhez a zöld világhoz hozzátartozik. Tehát ilyen az oktatás, azért hoztuk létre az egyetemi kampuszt, hogy minél több felsőfokú végzettségű ember legyen a városban. Azért vezettük be az óvodákban az angol nyelv oktatását, hogy minél többen tudjanak angolul, hiszen aki figyeli a világ alakulását, láthatja, hogy amíg 20 évvel ezelőtt a német nyelv az meghatározó volt Magyarországon, ma azonban hasonlóan a világ többi országához az angol nyelv térhódításával kell számolni. Hát más nem mondjak, a németek többsége is angolul tanul. Tehát az angol nyelv az érvényesülésnek, az előrehaladásnak egy fontos állomása, és az óvodásaink azok majd jó színvonalon sajátítják el ezt. Jó lenne, ha a felnőtt tagjaink is belevágnának ebbe, mindegy, hogy valaki hány éves, 90 éves korban is lehet angol nyelvet tanulni. Magam példáján is bizonyítom, bármilyen vagyok 90 éves. És hozzátartozik az a sok instrumentum, amely a modernséghez még szükségeltetik. Például a klímaváltozásra való felkészülés. Az egy nagyon komoly dolog. Vannak, akik komolytalannak hiszik, most nem kívánok erre úgy különösebben kitérni, de ezt nagyon komolyan kell venni, hiszen ha csak messzebb nem nézünk, mint az elmúlt nyárra, ugye 40 fokban burkolt felületeken szinte elviselhetetlen az élet, ezért a burkolást, a területek leburkolásának ütemét vissza fogjuk venni. Kevesebb parkolót fogunk építeni, egyébként is szörnyű, hogy 16 ezer autó van a városban, na nem az a szörnyű, hogy 16 ezer autó van, hanem annyira megnőtt a forgalom, hogy állandóan követelő péntaként jelentkezik előttünk, hogy mindenkinek helyet biztosítsunk, de ezt az ütemet ezt nem lehet bírni, sose fogjuk utolérni az autók számát, de a burkolást, a területek leburkolásának ilyen ütemét azt be kell fejeznünk, csökkenteni kell, és a víz megtartására, a víz megfogására különböző eszközökkel gondolnunk kell. Minden városrészben tavat kívánunk létrehozni. Ugye a várost egyébként is három nagy tó veszi körül, de minden kisebb városrészünkben kisebb tavakat, pihenőhelyeket alakítunk ki, és más megoldásokkal is azon leszünk, hogy ugye a víz az 2-3 fokkal hűti a környezetet, hogy ez alkalmas legyen arra, hogy az emberek jobban pihenjenek. Persze a tudománytól is várunk azért sok mindent, hiszen nem elég a környezetet javítani, magát az embert is alkalmassá kell tenni, hogy ezeket a kihívásokat el tudja viselni. Persze nem arra gondolok, hogy ha 36 fok volt az ember átlaghőmérséklete, azt emeljük 38-ra, és akkor jobban el tudja viselni a környezeti klímát. Nem erre gondolok, hanem arra, hogy a tudomány más eszközökkel irányítsa tulajdonképpen ezt a klímaváltozást. Vagy itt van a digitalizáció, ami egy előttünk lévő nagyon fontos tennivaló, sajnos Európa is kicsit elmaradt az Egyesült Államok és Kína mögött, de mi ebbe városi szinten sem tudunk belenyugodni. A digitalizációt olyan szintre kívánjuk emelni, hogy telefonon bármilyen appot meg lehessen nyitni, a hőmérséklet befolyásától kezdve a különböző városi információig erre lehetőséget tudjunk adni, és az ajkai emberek ilyen értelemben fejlettebb, korszerűbb szolgáltatáshoz jussanak, mint akár az ország más részén. Én kérem a képviselőtestület tagjait és önökön keresztül a város lakosságát, hogy ebben a programban, ahogy eddig is, egységesen, jó erővel vegyünk részt, hiszen Ajka azzal külön a magyar városoknál, hogy itt nagyszerű, különleges emberek élnek, ezt a különlegességet be is kell bizonyítani, különleges eredményeknek is kell lenni, és ehhez kívánok mindenkinek jó erőt, egészséget.
Tisztelt képviselőtestület, a következő napirend a polgármester illetményének megállapítása. Ez nyilvános ülés keretében történik, hiszen a polgármester illetménye közérdekű adat. Az előterjesztést valamennyi képviselő megkapta. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. Igen, tehát... A képviselőtestület 14 igen szavazott alá, hogy az előterjesztés. Köszönöm, jelző úrnak. A bizottsági tagok és kültagok megválasztása következik. Javaslom a képviselőtestületnek, hogy az egyes bizottságok tagjairól, elnökéről, tanácsnokáról szavazzanak a javaslat elhangzásának sorrendjében. Tehát ilyen blokkosított szavazás következik, hogy ne kelljen egyenként szavazni. Ez lényegében egy ügyrendi dolog. Aki ezt a javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon. Megállapítom, hogy a képviselőtestület a javaslatot elfogadta. Javaslatot teszek a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megválasztására. Szavazásra teszem fel, hogy a képviselőtestület a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjának Pat Ferencet, Pék Attilát, Karnics Miklóst, Puskás Károlyt, Barát Gábort, Fülöp Zoltán képviselőket és Horváth Béla, Pákai Péter, Simon István, Stál Károly, Szaniszló Edit kültagokat válassza meg. Aki a javaslattal egyetért, kérem, szavazzon. Megállapítom, hogy 14 szavazattal a képviselőtestület a javaslatot elfogadta. Javaslatot teszek a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökének megválasztására. Szavazásra teszem fel, hogy a képviselőtestület a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökének Pat Ferenc urat válassza meg. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzunk. Tizennégy igen szavazat egyhangulag elfogadtuk. Javaslatot teszek a Városfejlesztési Bizottság tanácsnokának a megválasztására. Szavazásra teszem fel, hogy a képviselőtestület gazdasági és városfejlesztési tanácsnoknak Karnics Miklós urat válassza meg. Aki egyetért, kérem szavazzon. Tizenhárom igennel és egy tartózkodással elfogadtuk. Javaslatot teszek az Ifjúsági és Sportbizottság megválasztására. A következő személyek kerülnek szavazásra. Bújtor Balázs, Karnics Miklós, Pető Anita, Fülöp Zoltán, Barát Gábor, Sándor Balázs képviselők, Pólt Balázs, Mészáros László, Sipos Barnabás, Kaibás Dezső, Szélesiné, Fenik Zsuzsanna kültagok kerülnek szavazásra. Aki egyetért a javaslattal, kérem szavazzon. Tizennégy igen szavazata egyhangulag elfogadtuk. Javaslatot teszek az Ifjúsági és Sportbizottság elnökének a megválasztására. Javaslom, hogy az Ifjúsági és Sportbizottság elnökének Bújtor Balázs urat válasszák meg. Szavazzunk! Tizennégy szavazattal egyhangulag megválasztottuk. Javaslatot teszek az Ifjúsági és Sportbizottság tanácsnokának megválasztására. Szavazásra teszem fel, hogy a képviselőtestület ifjúsági tanácsnoknak Sándor Balázs urat válassza meg. Aki egyetért, kérem szavazza. Tizennégy szavazattal egyhangulag elfogadtuk. Javaslatot teszek a Humán és Ügyrendi Bizottság megválasztására. Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy a kiküldött előterjesztéshez képest módosítást teszek a Humán és Ügyrendi Bizottság beltagjaira, tehát javaslatomat illetően.
Humán és Ügyrendi Bizottság tagjának Barát Gábor képviselő helyett Sándor Balázs képviselő urat javasolom. Szavazásra teszem fel a kérdést, hogy a Humán és Ügyrendi Bizottság tagjának a következő személyeket válassza meg. Rácné Németh Csilla, Ríder András, Karnics Miklós, Pék Attila, Pető Anita, Sándor Balázs képviselőket, és Utasi István, Wallerné Horváth Andrea, Szabó Ágnes Viktória, Nagy Noémi, Szélesi Balázs kültagokat válassza meg. Kérem, szavazzunk! Négy igen szavazattal egyhangulag elfogadtuk. Javaslatot teszek a Humán és Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztására. Javaslom, hogy elnöknek Rácné Németh Csilla képviselőt válasszuk meg. Szavazás következik. 14 igen szavazattal egyhangulag elfogadtuk. Javaslatot teszek a Humán és Ügyrendi Bizottság oktatási tanácsnokának megválasztására. Oktatási tanácsnoknak Ríder András képviselő urat javaslom megválasztani. Szavazás következik. 13 igen és egy tartózkodással elfogadtuk. Javaslatot teszek a Pénzügyi Bizottság megválasztására. Javaslom, hogy a Pénzügyi Bizottság tagjának válasszuk meg Fülöp Zoltán, Pék Attilát, Pad Ferencet, Bújtor Balást, Rácné Németh Csillát, Ríder András képviselőket, Keller Imre, Dömötör Norbert, Béresi Sándor, Dr. Színesi András, Horváth Már Melinda kültagokat. Szavazás következik, javaslom az elfogadását. 14 igen szavazattal egyhangulag elfogadtuk. Javaslatot teszek a Pénzügyi Bizottság elnökének megválasztására. Javaslom, hogy a Pénzügyi Bizottság elnökének Fülöp Zoltán Lajos képviselő urat válasszuk meg. Aki egyetért, kérem szavazzon. 13 igen és egy tartózkodással elfogadtuk. Javaslatot teszek a Pénzügyi Bizottság tanácsnokának a megválasztására. A pénzügyi tanácsnoknak Pék Attila képviselő urat javaslom megválasztani. Szavazás következik. 14 igennel egyhangulag megválasztottuk. Javaslatot teszek a Népjóléti Bizottság megválasztására. A Népjóléti Bizottság tagjainak a következő személyeket jelöljük. Pető Anita, Barát Gábor, Rászé Németh Csilla, Bújtor Balázs, Pad Ferenc, Puskás Károly képviselőket, Szele József, Molnár Gábor, Sikó Zoltánné, Kocsor Gábor, Hajdú Ferenc kültagokat javaslom megválasztani. Szavazás következik, javaslom az elfogadását. 14 igennel egyhangulag elfogadtuk. A Népjóléti Bizottság elnökének javasolom Pető Anita képviselőasszonyt megválasztani. Szavazás következik. 13 igen és egy tartózkodással elfogadtuk. Javaslatot teszek a Népjóléti Bizottság tanácsnokának megválasztására. Szociális tanácsnoknak Barát Gábor képviselő urat javaslom megválasztani. Szavazás következik. 13 igen és egy tartózkodással Barát Gábor képviselő urat tanácsnoknak megválasztottuk. Köszönöm. A kültagok esküvőkmányainak aláírására majd a hátsó asztalnál kerül sor. Igen, csak ez így tájékoztatásul éreztem. Ez... Igen, a kültagok esküvőjét várják. Ez az. Igen, tehát a kültagok esküt tesznek. Kérem, hogy álljunk fel. Én
becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. A bizottsági tagságomból eredő feladataimat Ajka város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segélye. Köszönöm szépen. Igen, tehát később is lebonyolíthatjuk, ezt úgyis lesz egy szünet, mert akkor egy kis keveredés történik. Tehát kérem, hogy még a kültagok várjanak az aláírásra. Most pedig az alpolgármesterek megválasztása következik. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi törvény 74 paragrafus 1 bekezdése szerint képviselőtestület saját tagjai közül a polgármester javaslatára titkos szavazással képviselőtestület megbízatásának időtartamára a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármestert választ, és több alpolgármestert is választhat. Az előzetes egyeztetések alapján a képviselőtestület tagjai közül egy főállású és egy társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztására teszek javaslatot. Javaslom a képviselőtestületnek, hogy dr. Horváth József képviselőt, főállású, Dorner László képviselőt pedig társadalmi megbízatású alpolgármesternek válassza meg. Az érintettek a napirend nyilvános tárgyalásával beleegyeztek, így nem kell zárt ülést elrendelni. Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy a választás titkos, azt a Humán és Ügyrendi Bizottság folytatja le. Felkérem a Humán és Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a szavazás módját. Köszönöm a szót, polgármester úr. A választás titkos szavazással történik tehát, a szomszédos kisteremben bonyolítjuk le. Az alpolgármester megválasztásához minősített többség, azaz minimum 8 szavazat szükséges. A képviselők a jelöltekre külön szavazólapon szavaznak. Érvényesen szavazni igennel vagy nemmel a jelölt neve melletti körben elhelyezett egymást metsző vonallal X vagy plusz jel lehet. Érvénytelen a szavazat, ha a szavazólapot a képviselő nem tölti ki, vagy nem a jelöltek neve mellett elhelyezett körbe kerül a két egymást metsző vonal. Köszönöm szépen. Tehát a titkos szavazás lefolytatására és a bizottságülés megtartására szünetet rendelek el. Kérem, hogy a szavazást bonyolítsuk le, és a kültagok pedig majd írják alá közben az esküokmányát. Köszönöm. A Humán és Ügyrendi Bizottság megállapítja, hogy a képviselőtestület dr. Horváth József urat 14 igen szavazattal, Dorner László urat 14 igen szavazattal egyhangulag alpolgármesternek megválasztotta. Én Dorner László József becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországon és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Az alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat, Ajka város fejlődésének előmozdítása érdekében, lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Igen, írjátok alá.
Dr. Horváth József alpolgármester úr hozzászólása következik. Polgármester úr, tisztelt önkormányzat, hölgyeim és uraim, mind a kettők nevében szólhatok. Köszönjük a bizalmat, és ahogy az esküvőben is elmondtuk, ebből a tisztségből fakadó kötelezettségeinket, a legjobb tudásunk, a lehetőségeink, a kapcsolataink szerint arra használjuk ki, hogy Ajka város fejlődését az elkövetkező időben önökkel együtt elősegítsük. Úgyhogy köszönöm még egyszer a bizalmat, és jó együttműködést kívánok önöknek és magunknak is. Köszönöm. Alpolgármester úr, a illetményének megállapítása következik. Szavazásra teszem fel a kérdést, hogy dr. Horváth József alpolgármester illetményére a megküldött javaslat szerint szavazzunk. Szavazás következik. Tizennégy igen szavazata, egyhangulag elfogadtuk. Szavazásra teszem fel Dornár László alpolgármester illetményére vonatkozó javaslatot. Kérem, szavazzunk. Alpolgármester úr, a illetményének megállapítása következik. Szavazásra teszem fel a kérdést, hogy dr. Horváth József alpolgármester illetményére a megküldött javaslat szerint szavazzunk. Szavazás következik. 14 igen szavazattal egyhangulag elfogadtuk. Szavazásra teszem fel Dornár László alpolgármester illetményére vonatkozó javaslatot. Kérem, szavazzunk. Igen szavazata egyhangulag elfogadtuk. Még egy napirendi pontunk van a alakuló ülésen, a polgármester szabadságának jóváhagyása. Hát itt meg kell kérdeznem, van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Hát mikor akarok menni, gondolom. Vagy egész évben, nem? Igen. Tehát ugye kérdés és módosító javaslat nem érkezett, így szavazásra teszem fel a kérdést, aki elfogadja, azt kérem, szavazzon. 14 igen szavazat egyhangulag elfogadtuk. Az alakuló ülés befejeződött, kérem, hogy hallgassuk meg a szózatot. Thank you.